Jó, akkor tessék, tiétek a szó. Első lovas, ugye a fehér lovas. Hát ugye a jelenések könyvében található ez, vagy olvasható ez a négy lovas. Négy különböző színű lovon ülnek. És az első ezek közül a fehér lovas. Jelenések 6.1. Kettő, és látám, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy értelmes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lásd. És látám, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjvala, és adaték neki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. És tudjuk, hogy a kereszténységben, sok helyen, sok gyülekezetben ezt a fehér lovast, ezt a megváltónak, vagy Jézusnak mondják. Mert a jelenések könyvében van két hely is, ahol megjelenik, ugye, vagy hát egy hely, ahol ugye a fehér lovon ül, és akkor Isten igéjének hivatik, tehát az a neve, szájából két élő éles kard jön ki, és fején sok korona. Tehát ez valóban a megváltó, hiszen egyértelműen írja, hogy az Isten igéje. De itt, hát a felületes szemlélőnek ugyanaz, hogy hát fehér lovon ül, és a gyülekezetek jó részében, ezt nem tudom pontosan melyik ágában a kereszténységnek, de tudom, hogy ezt erre azt mondják, hogy ez a megváltó. Vagy van olyan magyarázat is, a YouTube-os hamis tanítónak a szájából hallottuk, ugye kövesd a megváltót, hogy ez nem a megváltó, hanem hanem ez a orvosok meg nővérek, ez a fehér lovas, mert hogy kezében egy íj van, és akkor ez a injekciós tű, ez valójában, mert abban méreg van. Tehát különféle téves magyarázatokkal találkozunk, és hát biztosan tudjuk, hogy ez tévedés mindegyik. Hát ugye az első, a kereszténység magyarázata az tévedés, mert hogyha pontosabban megnézzük a szimbólumokat, akkor nyilvánvaló, hogy óriási különbségek vannak. Tehát itt ennek a kezében van egy íj, tehát egy nyilas ül ezen a lovon, míg a másik kép a jelenések könyvéből, ez ott az igazi megváltóról van szó, az Isten igéje, neki a szájából két élő éles kard jön. Tudjuk azt, hogy az éles kard, két élő kard, az az Isten igéje, ezt a zsidókhoz írt levélből tudhatjuk meg. És ha a nyíl szimbólumra keressünk rá a Biblia programban, vagy aki annyira jól ismeri az igét, hogy emlékszik is igékre, az tudhatja, hogy hát a nyílazás, ugye, a nyilas, az általában, sőt, szinte minden esetben a gonosznak a nyila az engedetlenekre. Tehát Isten büntetése, hogy átadja a gonosznak, sátánnak azokat, akiket többszöri figyelmeztetés után is engedetlennek lát, az ő igaz szemével, tehát az igazság látja, hogy ezek igazságtalanok, akkor ez a büntetésként át vannak engedve, és megengedi, hogy lenyilazzák ezeket. Hát van egy nagyon fontos igerész az Efezusiakhoz írt levélben, hogy ugye vegyétek föl a hitnek pajzsát, melyel a gonosznak minden tüzes nyilát kioldhatjátok. Ugye ez egy parancsolat nekünk a mostani korszakban, az eklészia tagjainak nagyon fontos, hogy védjük magunkat, mert a gonosznak tüzes nyílai vannak. És hát most már akkor több minden is utal arra, hogy ez nem a megváltó, ez a fehér lovas. És ugye itt a fehér szín az árulkodik arról, hogy hát itt valamiféle igazságról lehet szó, de mivel kiderült, hogy ez itt valójában, ha jobban megvizsgáljuk a szimbólumokat, akkor ez nem az Isten igéje. Tehát akkor látszik, hogy itt igazságnak látszik valami, és de ez nem az igazság. És azt mondja, hogy adaték neki korona.
tehát a korona az uralkodást jelenti, és győzött, az is adaték neki, hogy győzzön. Tehát mondja is a megváltó Pilátusnak az evangéliumban, hogy ugye nem adatott volna, nem lenne semmi hatalmat, ha felülről nem adatott volna neked. Tehát ennek a nyilasnak, a fehér lovon ülő nyilasnak megengedi Isten, hogy győzzön egy bizonyos embercsoporton. Hogy eltalálja őket a tüzes nyilával. És akkor itt ez a bizonyos embercsoport, akiken uralkodik, ez nyilvánvaló, hogy akkor a fehér ló. Mert ugye általában nem is szoktak erről beszélni, hogy a lovak is jelentenek valamit, de hát valami ül, vagy valaki ül egy lovon, az irányítja. Tehát akkor a lovaknak is van jelentésük, és a lovak is szimbolizálnak valamit. Konstantinus császár uralkodott ezeken az embereken, az ő általában létrehozott tanokat, itt egy generációra, generációra az emberek sokosában, a hamis tanítók, és hát ugye ez a fehér lovas kortjában lehet, hogy a parázmasárból tartozik, mert a hamis tanokat ugye Isten urasságaként fogadták el. Tehát ugye Isten urassága elleni tanokban vannak, mert elfogadták Isten urasságaként. És hát ugye az a ló, ugye lót úgy lehet irányítani, hogy az ablátoknak a szájába, és arra hozzák, amire akarják, ugyanúgy oda akarják. Megkérdezhetem azt, hogy Konstantinnak hogyan sikerült milyen tanokkal, amik látszólag az Isten igazságának az ismeretei, igazságai, de de valójában mégsem, mert ugye nem ennek a kornak Istentől a megváltón és az apostolokon keresztül adott pogányoknak, akik Krisztus követővé váltak, őnekik a megváltón, a szabadítón keresztül, aki a Szentlélek, és az apostolokon keresztül Isten a parancsolatokat, utasításokat hagyott erre a korszakra, a hatodik korszakra, ami által, ha valakik engedelmeskednek ezeknek az utasításoknak, ennek a kornak a pusztulásából meg tudja az engedelmeskedőket menteni Isten. És ugye gyakran látjuk azt, hogy Sátánnak az egyik eszköze a félrevezetésre, hogy összekeveri az emberek elméjében hamis tanítók által a korszakokat és a korszakokban adott utasításokat, ugye? Szóval mivel tudta becsapni és hatalmat venni Konstantin a Krisztus követőket, hogyan tudta átállítani az önmaga oldalára, hogy elszakadjanak Isten igazságától, az élő igazságtól. Mik voltak ezek az ismeretek? El tudnád ezt mondani? Hát ez is azzal győztem őket, hogy valami keresztet látott, és hogy ő ebben a jelben győzni fog, szóval ezt Isten mondta neki. És hát ugye a Bibliát úgy hamisították meg, hogy ezeket a tanokat belecsempészték a Szent Szellemet, most a Szent Háromság tanulnáit, a betöltekezéses tanokat. Erre gondolsz? Igen, igen. Igen. Ugyan ott még ott a Konstantin idejében még nem volt ennyire fényesre csiszolva a Szent Lélekkel kapcsolatos, csak most így az 1900-as évektől jött ez a Szent Szellemezés, de alapvetően ugye vannak olyan szándékos hamis tanok, amiket akkor vezettek be, amiket a megváltó a Szentlélek soha nem mondott sem a tanítványainak, sem azt, hogy ők írják le írásokba és juttassák el a pogányokhoz. Mik ezek konkrétan ott, amikkel Konstantin császár ez mellett, hogy ugye a Bibliára
hivatkozva arra a pillanatra, amikor is a Szentlélek, a felkent szabadító elment, találkozott a Jordánnál merítő Jánossal, és ugye ott szózatot hallottak az ott jelenlevő engedelmeskedők, hallották ezt az isteni szózatot, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, te vagy az én fiam, mára lettél kész, ugye, ezt a szózatot szólta egy hang, és aztán egy galamnak látszó valami, ami szimbolizálja Istennek az igazságát, ugye, alászállt és megnyugodott a felkent szabadítón, ugye? Na most ezt az eseményt utánozta le Konstantin, tehát ebből is látszik, hogy ők nagyon fölkészültek az új szövetségnek, az evangéliumokból és az apostolok cselekedete, és az apostolok leveleiből, a János jelenésekből. Tehát évszázadok óta ezt tanulják éjjel és nappal, és ezeket a szimbólumokat ők megfejtették emberileg, és értik, és ezekből csinálták a hamistanokat, ugye? Tehát ott a korszak elején, mivel tudta konkrétan, mik azok a 3-4 alapvető dolog, amivel lelki paráznoságba tudta becsalni a Krisztus követők nagy részét, és ezáltal elszakította őket az Isten élő igazságának a szájából származó ismeretektől. Tudtok mondani ilyeneket? Bemerítkezés, vízbe merítkezés tanítása például. Igen. Aztán gondolom, hogy ilyen úrvacsorázás, lábmosás, ezek, amik ugye a megváltónak a tanításából ezeket lehet olvasni, és jól félre értelmezve ezeket, testileg értelmezve, ezeket, ezekből ilyen liturgiákat lehet csinálni. Így van. Ugye a Szent Háromságtan. Szent Háromságtan. Aztán a Mária szűzként szülte a Jézust. Az Jézus Isten, ez is egy olyan tan. Tehát mindegyiket meg lehet 3 másodperc alatt buktatni, hogy ezek hazugságok, ugye, és ezek csak látszólag tűnnek úgy. Tehát amikor a liturgikus részek, tehát a tizedfizetés, ugye a zsidók ünnepeinek a megtartása, főleg a pünköst, aztán a karácsony, aztán a húsvét, hogy ezeket meg kell tartani. Tehát a megváltó, szabadító, a Szentlélek soha nem tanított ilyet az apostoloknak, amikor elmennek a pogányok közé, hogy erre tanítsák őket, hogy soha nem adott ilyen utasításokat, hogy fizikailag úrvacsorázzanak, hogy fizikailag lábat mossanak, hogy fizikailag vízbe merítsék az egyházhoz újonnan csatlakozókat. Igen, meg talán gondolom ez az ima mormolás is, ez a mantraszerű, hogy imádkoztak hangosan, gondolom ilyen előre megírt szövegeket. Igen, ez is, igen. Éneklés, biztos voltak énekek is. Amikor... Igen, ez is tulajdonképpen ez a zenés dicsőítés, ez nem volt az apostolok cselekedetében, sehol nem látni például az apostolok leveleiben, sem az evangéliumokban nem látni ezt, hogy zenés összejöveteleket tartottak volna. Ez pontosan a kereszténység vezette be, hogy ezzel is elkápráztassák, elszórakoztassák a híveket, hogy nehogy megforduljon a fejükbe, hogy itt valami nem oké. Nagyon nagy hibát követtünk el, hogy elhagytuk az apostoloknak a tanítványait, és az ő utasításait, és csatlakoztunk ehhez a világmozgalomhoz, ugye, ami tulajdonképpen egy propaganda eszköz a világuralkodók kezébe, hogy ezáltal minden országba bemenve, az evangelizáció látszata alatt minden országba bemenve, belülről elfoglalva az országokat, hozzácsatolják Róma folytatólagos világhódító birodalmához. Ez egész addig fog menni, amíg Kína, mint utolsó ország is le nem lesz győzve, és hozzá végérvényesen be nem lesz olvasztva. Tehát erre van kitalálva az egész kereszténység, egy politika és pénzügyi
eszköz elérésének, a céljának az elérésére lett kitalálva, mint egy propaganda ügynökség a kereszténység. És ugye a Krisztus követők, a pogányokból Krisztus követők élet, tehát nem tartottak szombatot, eleve már a szombat kifejezés sem állja meg a helyét, a Szentlélek, a felkent szabadító megváltó szájából jövő igazságokra nézve, sem az apostolok leveleire, utasításaira, parancsolatai, amit ők magától, a Szentlélektől, az Isten élő igazságától vettek, amikor még itt volt velük és tanította őket, ugye? Szóval, tehát se a Szent Háromság, se a tizedfizetés, se a körülmetélkezés, se a szombatos és vasárnapos Isten tisztelés, főleg nem zenés csinnadratta, csimbum cirkusz módjára, ugye? Persze ilyenkor jönnek az, hát az Ószövetségben is ott voltak az énekes léviták, meg a hangszeresek, meg az Új Szövetségben is ott van azért az az egy eset, amikor Pál Sillással a börtönben volt, és énekeltek, és akkor ott kinyíltak a cellák. Tehát egyetlen egy eseményre, történeti leírásra fölépítenek egy egész teológiát. Ha ez igaz lenne, akkor az Ószövetségben is három esemény kellene, hogy bizonyítsa, három leírás, és az Új Szövetségből is. Hogy egymásra oda-vissza Isten az ő igazságaival, igével rámutasson, hogy ez tényleg tőle van, és ez megkérdőjelezhetetlen. De a kereszténységnek a trükkje, sátánnak a trükkje, a csalása az, hogy egy esetre fölépítenek egy egész teológiát, és arra létrehoznak egy egész mozgalmat. Például a pünkösdista mozgalom, vagy egyház, az pont így lett létrehozva. Kiragadták az írásból azt, hogy az 50. napon a tanítványok és a velük levő 120 tanítvány fent voltak a felházban, és kimentek az utcára, és az ott levő emberek állítólag őket hallották haladzsázni. És ebből ezt elterjesztették, ezt a okkult, ezoterikus, undorító dolgot a század elejé protestánsnak látszó álkeresztény gyülekezetekben, szektákban, mozgalmakban, és erre ráfogták, hogy ez az, amiről a Biblia beszél, meg amiről Joel beszél, hogy majd új nyelveken szólnak, ugye? De ezt be fogjuk majd bizonyítani az többi igével, hogy ez hazugság, ugye? Tehát ez a Szent Szellem, meg Szent Lélek kiárasztás a pünkös napján önmagában pünkös sincs a Krisztusnak az eredeti tanai között, sem az apostolok tanai között. 50. nap van. És ezek mind az Ószövetségből való, nekik megparancsolt dolgok, amiket meg kell tartani, ugye? De Konstantin pontosan ezzel tette engedetlenné a Krisztus követőket, hogy hát ezek mind Istennek a parancsolatai, ugye? Ezt el kell ismerni, ezt ő parancsolta meg. Csak mikor? Az 5. korszak népének, a zsidóknak, Ábrahámnak és Jákobnak a testi leszármazottai számára voltak ezek megparancsolva. Így várta el tőlük Isten, hogy bemutassák az neki való engedelmességet. És ezáltal megmenekülhettek, aki ezeket megtartotta, megmenekültek Róma pusztításától. De mivel most nem a Titusnak a légiói a nagy veszély, ami küszöbön áll, az egész emberiség kipusztítására, hanem itt teljesen más veszély áll fenn, ennél fogva más segédeszközöket kellett Istennek, hogy adjon a pogányokból Krisztus követőké váltak számára, igaz? Tehát ebben a korszakban, itt a 6. korszakban, főleg itt a végénél a lábmosás, az úrvacsorázás, a vízkeresztség, a tizedfizetés, a körülmetélkedés, a szombattartás, a vasárnapi istentiszteletek, a zenés istentiszteletek, a Szent Háromságtan, a Szent Lélek, mint láthatatlan, rebdeső, tevékenykedő harmadik személye, a Szent Háromságnak Jézus Isten, Mária szűzként szülte meg az ő fiát, ugye? Tehát ezek a hamistanok, ezek senkit nem segítenek most a küszöbön álló nagy pusztításból való megmenekülésre, ugye? Szóval ezért ezek
használta fel Konstantin ott az első századi Krisztus követők becsapására, ezek a tanok azért lettek behozva, mert látszólag, ahogyan mondtad, hogy látszólag az a ló úgy tűnik, és a lovasa, minthogyha az az Isten igazsága lenne, de mégsem az, mert aki nem ismeri az írást, az nem jön arra rá, hogy az Istennek az élő igazságának a szájából jövő Ószövetség és Újszövetség tanításai az, amivel ő tanítja az övéit. Ez a személy, ez pedig nyillal lődöz, tehát nem az igazság szájából származó ismereteket tanítja, ugye a lónak, a fehér ló csoportjának, akik bűnben vannak, mert ugye a ló ezért négy lábú. Hogy négy bűnt szimbolizál ez a ló, hogy ebben benne vannak a Krisztus követők, bele lettek csalva, ugye ott egyből a Szent Háromság, a tizedfizetés, a Jézus Isten, és a vízkeresztség. Ezzel a négy tannal csapta be Konstantin a Krisztus követőket, és szakította el a Krisztusnak és az apostoloknak való engedelmességtől, ugye? Visszaadom a szót, bocsánat, hogy elvettem az időt, de azt gondoltam, hogy ezt is fontos megemlíteni, hogy teljes legyen, és mindenki jól értse, hogy Konstantin mivel csinálta a nagy becsapást, mivel szakította el a Krisztustól, az Isten igazságától a Krisztus követőket. Tehát ezért ő az Antikrisztus tulajdonképpen ott, ennek a korszaknak, amiben élünk most, a hatodik korszaknak, ő az Antikrisztus, mert ő Krisztusinak látszó ismeretek gyakorlására vette rá, hitette el a Krisztus követők nagy részét, ugye? Jó, akkor folytassátok, bocsánat, hogy elvettem a szót. Ezt hozzá, hogy a koronát neki, ez az ura képezi, de csak azokon az embereken uralkodhat, akik elszakadtak a megváltónak és az ő küldötteinek a tanításaitól, és már nem ezt szerint éltek, és Konstantinus azt is meglevelelt, azt a tényt, hogy bűrözték, megszárolták a megváltó követőt, és azok, akik belefáradtak, azoknak azt tanácsolta, hogy fogadja el a hamis tanait, Isten igazságként, és nem hirdetik az apostolok, és a megváltónak az igazságai tanításait, akkor békét ajánl nekik, hogy akkor nem fogják őket üldözni. Ez egy ábéke, mert ugye lehet, hogy a világgal békében voltak, de Istennel szemben, ugye háborúságba kerültek Isten ítélete alá. Így van, ez nagyon-nagyon jó, ez nagyon-nagyon jó, szuper, hogy ezt megemlíted, hogy ebben is különbözik ez a fehér lovon ülő személy az igazi Isten igazságától, mert annak sok koronája van. Ugye, és azt mondja az írás, hogy ő uralkodik sok nemzeteken, ágazatokon, népeken és nyelveken, ugye? Tehát a világ minden nemzetéből, minden generációjából, aki őt királyul választja, és aláveti magát Isten királyának, Isten élő igazságának, az utasításainak, így fog ő az ő utasításaival uralkodik mindenkin, aki ezt választja, hogy ő engedelmeskedni akar az ő utasításainak, ugye? Szóval ő sok mindenkin uralkodik, ezért ő a királyoknak a királya, ugye? És ez a személy pedig, akit beszéltek, a fehér lovon, aki Konstantin császár, ő kizárólag csak egy fajta embercsoporton uralkodhat, az pedig azok, akik a fehér lóként már ezt elhagyták, mivel hogy a lónak négy lába van ezen a szimbólumon, tehát a Szent Háromságtant elfogadták Konstantintól, ugye, mert ez a Szent Háromságtan, ez az ő saját belső titkos vallásrendszerüknek a dogmája, amiben ők maguk hisznek, az, mint egy családrendszer világvezetőként, ugye, titkos elitként, ők abban hisznek, hogy az ő ősük Nimród,
az ő, és annak a felesége Szemiramis, és az ő gyermekük Tammuz, ugye? Ebből indul ki minden vallásban, meg lehet nézni, minden vallás, a hinduizmusnak, a buddhizmusnak, a zoroászternek, minden, amit csak fel lehet sorolni vallásként, ugye ott van ez a hármasság, ugye? Ott van Visnu, aztán nem tudom még melyik a kettő, tehát a hinduknak, az indiaiaknak a vallásába, ezt mind meg lehet találni, és ugye ők így tették bele a kereszténységet, mint ahogy a Rákóczi Gábor beletette az orvosi fecskendőt, meg a koronavírusról szóló mesét a jelenések könyve fehér lovának és lovasának a magyarázatába. Tehát ugyanazt a bűnt követte el, mint a kereszténység, akik meghamisították ezt a fontos üzenetet, amivel Isten figyelmeztetni akarta a Krisztus követőket ott a korszak elején. Most pedig, ugye pontosan, ahogy te mondtad, Gyöngyi, hogy ez, amit a kereszténység hirdet, hazugul, ettől akar bennünket megmenteni, ugyanezzel a figyelmeztetéssel Isten, ahogy te mondtad, hogy ott ő, Konstantin, megcsinálta ezt a békekötést a Krisztus követőkkel, hogy nem lesz üldözésetek többé, vége lesz a 10 éves üldözésnek, de csak akkor, és azok számára, akik behódolnak Konstantinnak, és elfogadják a Szent Háromságtant, ugye a vízkeresztséget, főként a gyerekkeresztséget, ezen belül is, mivel ugye megvan írva, hogy aki hisz, és a lelki Jordánba megkeresztelkedik, tehát minden napon olvassa az igét, és Isten szerint értelmez, és az szerint cselekszik, ugye ez az igazi vízkeresztség, a lelki vízkeresztség most itt a 6. korszakunkban. De Konstantin ezt arra torzította el, hogy az egyházhoz tartozásnak a szimbólumává tette a vízkeresztséget. Tehát mindig megszülettek a gyerekek, már a szülők, akik már bele voltak ragasztva a római kereszténységbe, elvárt dolog volt, hogy a szülők, amikor megszületik a gyerek, nem tudom hány napos korba, el kellett vinniük a gyerekeiket, és a pap által megkeresztelni. A római kereszténységben az egyházhoz való tartozás, szerződéskötési ceremóniája a gyerekkeresztség. Szóval ezért kellett ezeket a dolgokat beletenni, rácsábítani a Krisztus követőket, hogy higgyél a Szent Háromságban, Atya, Fiú, Szentlélek, ami valójában Nimród, Tammuz és Szemiramis, és higgyetek, gyakoroljátok és kövessétek a vízkeresztséget, gyerekeiteket hozzátok, és így öröklődik generációról generációra a katolikus vallás, mert azok a szülők, akik katolikus vallása, a legtöbb esetben a gyermekek is azzá válnak. Ezt fogják a szülők hagyománya, hagyatékaként örökölni. És ezt nem tudják, hogy miért csinálják, de mivel az apu és az anyu biztos nem akarna nekem rosszat, ezért én is ezt csinálom, mert ők is ezt csinálták, ugye? Ez a nagy trükk. És aztán a Mária szűzként szülte a Jézus Istent, ez a harmadik antikrisztusi hamistan, amivel elszakította az Istentől és Isten igazságától a Krisztus követőket, és elkárhoztatta őket, és a negyedik pedig, az pedig azt hiszem, hogy a tizedfizetés volt ott a korszak elején. Tehát ezért Isten a lovat használja, mert 4 lába van, ugye, és így szakította el az Istennek való engedelmességtől, és a Krisztusnak és az apostoloknak való engedelmességtől a Krisztus követőket itt a 6. korszak elején, ugye? Nekünk pedig ebből az a nagy figyelmeztetés, hogy mivel ez a békekötés, amiről te beszéltél, Gyöngyi, ez megtörtént ott a Konstantin által, büntetlenséget ígért mindenkinek, aki átáll a kereszténységbe, beolvad, és Konstantinnak az egyházi törvényei és liturgiái szerint követik az ő istenüket, ugye? Szóval ezért fontos számunkra ezt tudni,
ezzel a fehér lóval és lovasával kapcsolatban, nagyon-nagyon fontos, ez nekünk üzenet, hogy ne higgyünk annak, hogy most itt el fogják játszani azt, hogy egy antikrisztusnak kinevezett színészt eljátszatják, hogy 7 évre békét köt Izraellel, ugye? És aztán a 7 év felénél megszegi ezt a békekötést, és elkezdi pusztítani az egész világot. Ez egy színház, ez a népesség csökkentő program, amit a világelit el akar érni 2030-ig, ugye, a 7,8 milliárdról 500 millióra lecsökkenteni. Ez azért kell nekik most ürügyként, mint Isten csapása, hogy senki ne próbáljon harcolni ellene. Ez a hazugsága a kereszténységnek, amit nem csak a keresztények, hanem a magukat kereszténységből kijöttek, és ugyanúgy szajkóznak, és ismételnek, és tanítják a hallgatóikat, ugye? Tehát ugyanúgy a Bodó Attilák, a Rákóczi Gáborék, és az összes többi arról beszél, hogy kezdődik a 7 éves nagy nyomorúság, jön az Antikrisztus, és békét köt majd Izrael, és a kereszténység ugyanezt a hazugságot szajkózza. Szóval senki nem jött ki sehonnét, akik ezt a hazugságot. És nekünk azért kell tudni, amivel figyelmeztette Isten az első századi Krisztus követőket, ez nekünk is ugyanúgy szól, ez a figyelmeztetés és intés, hogy nehogy bedőljünk ennek a mesének, amikor megjelentetik majd az ő antikrisztusukat. Ez egy színház lesz azért, hogy ürügy legyen az embereknek az elpusztítására, és így majd, amikor mondják be, hogy gyertek, csatlakozzatok a hadseregbe, küzdünk az antikrisztus ellen. Akkor ez egy színház lesz az embereknek a kipusztítására. Ugye? Tehát mi nekünk nem szabad szót fogadni. Bármit is utasítanak majd a vallási vezetők, hogy gyertek, győzzük le együtt az Antikrisztus, mert senki nem fogja legyőzni az Antikrisztus, több éven keresztül ez egy húsdaráló lesz, az embereket pusztítják ebbe a háborúba, amit az armageddoni csatának fognak majd titulálni, ugye? Nekünk ezért nem szabad hinni ebbe a békekötés mesébe. És azt nagyon jó, hogy ezt elmondta Gyöngyi. Nagyon-nagyon jó. Tehát nem lesz itt Antikrisztus, nem lesz itt 7 éves nyomorúság, meg 3,5, ezt ők eljátszák, megcsinálják, de ez nem az, amiről a Biblia beszél. Ez ma megtörtént 2000 éve ezelőtt Konstantin az ő kereszténységével békét, büntetlenséget kötött és ajánlott a Krisztus követőknek, ugye? Szóval ezért hamistan most ez, hogy 7 év és a nagy nyomorúság, és most ebben most szaladgálni fognak a lovak, annál is inkább, mivel, hogy ugye, ha most, ahogy a Viktória olvasta fel a fehér ló és a lovasával kapcsolatban, azt mondja, gyere, azt mondja, hogy ja, és látám, és egy fehér ló, és rajta ülőni így vala. Ez a képben nem azt mondja János Istentől és a megváltótól küldve, hogy láttam, hogy elindult egy ló, fölül rá egy fehér lovas, akinek nyilván a kezébe, és elkezdett lődözni, és vágtázni. Azt, amikor már befejezte a futóversenyt, akkor előjött, elkezdett a vörös lovas ló szaladgálni, ugye? Nem erről beszél. Annyit mond, hogy látott egy lovat, és ült rajta egy személy nyillal a kezében. Szóval ezek nem mentek sehova se. El se indultak, meg vissza se jöttek, meg újból nem fognak elindulni, ugye? Ez egy hazugság. Akik ezt mondják, azok már le vannak lepvezve, hogy hazugok a sátánnak az antikrisztusai. Jó, bocsánat, hogy de ezt is fontosnak tartottam kivesézni. Folytassátok, kérlek, nyugodtan. És ez a fehér ló, ő nem a megváltó szabadító, mint a másik lovasunk, hanem ugye ez olyan, mint a Bálámon, Bálám a szamáron, tehát nem a megváltó lovatunk. Hanem Bálám a hamis proféta, a hamis tanító, Konstantinus személyében. Tulajdonképpen ezek a megtévesztésnek a módszerei ugye abban is láthatóak, hogy megpróbálják ugye elterelni a figyelmet sokszor, hogy igazságnak látszó dolgokat mondanak, és le akarják beszélni az embereket a Biblia olvasásról. Hát mondjuk a kereszténységben ez valahogy úgy zajlik, hogy mindent készen kapnak, tehát hogy meghallgatják a prédikációt a templomban, és akkor utána elmennek és élik az életüket, tehát nem olvasnak Bibliát. Vagy pedig ugye, hogyha olvasnak Bibliát, vannak olyan keresztény gyülekezetek, ott pedig sajnos félre magyarázva, tehát központi iskolákban kiképzett
teológusok tanítják őket, és mindenhol, tehát nekik engedélyük van, hogy ezeket tanítsák, hogy adhassanak, ugye eladhassák, vagy adhassanak ilyen igazságnak látszó dolgokat. Tehát vagy azt mondják a hamis tanítók, ugye, hogy nem érdemes olvasni az írást, vagy pedig az, hogy hát lehet, sőt nézzük meg közösen, és akkor elmondják a hamis tanítást, tehát hazugságokat tanítanak. Ez a módszer. Úgyhogy azok az emberek, akik engedték azt, hogy a nyilas eltalálja őket a tüzes nyillal, akkor az ő lelkükben, a bensejükben, vagy ugye szívükben már más akarat lesz, mint amit Isten akar. Nem azt fogják akarni. Isten akaratát a Bibliából lehet megtudni, de ők már meg vannak fertőzve a rajtuk uralkodónak az akaratával, nagyon erősen, és abba az irányba fognak menni, amerre ő irányítja őket. Hát ez nagyon jó, hogy ezt elmondod, mert tényleg a Krisztus követők azért kezdték el követni és felhagyni a bűneikkel, mert tudták, hogy ez az egyetlen módja Istentől való bocsánatnyerésnek, és a haláluk után pedig az üdvösségre való bemenetel, ugye? Tehát ez volt az ő akaratuk, ezt akarták, ezért fordítottak hátat az egész világnak. Viszont Konstantin pedig rávette őket csellel, trükkel, hamis tanokkal, hogy ne üdvözülni akarjanak, hanem még itt a földön is, már a földi életben is tulajdonképpen üldözésmentesen akarjanak élni. Hogy elégedjenek meg azzal, hogy nem lesznek üldözve, nem lesznek beszórva a Kolosseumba, a gladiátorok közé, ahol szétmetélték őket karddal, ugye, meg az oroszlánokkal széttépették őket, meg elkapták őket, akkor elégették őket, legyilkolták őket, kivégezték őket, ugye? Tehát, hogy ne üdvözülni akarjatok, mert ez úgyis olyan távoli dolog, mert ki tudja, mikor haltok még meg, hanem most, a mai napon akarjatok úgy élni, hogy tudhatjátok, hogy nem vagytok üldözve. Tehát ezért kössetek velem szövetséget, engedelmeskedjetek, és fogadjátok el ezt a négy tant, amire alapozva működtetem én a keresztény egyházamat, legyetek a hívei neki, a hozzátartozói, és akkor úgy fogtok meghalni békességben, nem lesztek üldözve, tisztes, erkölcsös állampolgárok lesztek, megbecsültek lesztek, ugye, ez volt a trükk. Igen, és mint ahogy ugye az apostolnak a parancsolata az eklészia számára, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, és harcoljuk meg az engedelmesség, a hitnek a nemes harcát, tehát egy folyamatos munkálkodásra, a gonoszsággal való küzdelemre, harcra szólít föl, és félelemmel és rettegéssel, tehát tegyük ezt Isten félelemmel neki való engedelmeskedésben, tehát a félelemet nem olyan hagyományosan kell értelmezni, de most erre nem térek ki, ugye? Tehát a lényeg az, hogy ez a parancsolat, míg ugye a kereszténységnél meg az megy, hogy hát azt mondják, hogy hát szövetséget kötöttél Konstantinnal, keresztény vagy, üdvösséged van, kész. Ez egy lezárt tény, ez már nem lehet meg se változtatni, és te nem tudsz már hibázni, stb. Tehát tulajdonképpen az üdvösség az le van tudva, és akkor már csak az a lényeg, ez már a későbbi korszakokban, későbbi időben jött elő ez, hogy az a dolgot, hogy itt meggazdagodjál, meg üzletet nyissál, meg mit tudom én, hogy prosperitás elméletre gondolok. Tehát, hogy az anyagi dolgokra helyezték a hangsúlyt, már úgy voltak vált, az üdvösség megvan, hát akkor jöhet a jólét itt a földön, hogy akkor már látszódjon is rajtunk, hogy mi Isten kegyeltjei vagyunk, ugye, és ez már, ennek már tényleg semmi köze az igazsághoz. Így van, ezt nagyon jó, hogy mondtad ezt is, ugye, hogy ott is, hogy már előre kidolgozott teológiákat kaptak, és nem voltam gyülekezetben, egyházban, ahol fölmert volna valaki is állni az előadás közepén, és azt mondani, hogy hát ne haragudjatok, de hát én a Bibliában nem ezt olvasom. Tehát a nyelveken szólással kapcsolatban, meg az álomlátás, meg a látomás, meg az angyalok által való Isten üzenetei, ezek máshogy vannak a Bibliában, nem úgy, ahogy ti tanítjátok, ugye?